Isten dicsérni. Felségednek, én Uram, énekelni. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk benneteket a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió rohadi gyülekezete, és nagy szeretettel köszöntjük a Dik TV nézőit is. Isten áldását kívánjuk az életetekre. Tuja nesmuro ilo, ale tu pa bodisto, mangal tu sum todu, eramen adachizu. Quando ci ritassi un giorno Sarci prima e giorno E va E tutta qua E Ti sono io che tu te E vado a anche tu te E ti sarmore binura So che io manca Ez az élet, utolsó idők, háborúk, minden, válság, egy kiló kenyér, 1000 forint, már cukor nincs a boltokban, jönnek a terhek, és hogyan tovább. Lehet, hogy neked is megfordul a fejedbe ilyen dolgok. Vagy te, aki látol bennünket a televízióban, és azt mondod, olyan jó, hogy bekapcsoltam a Dik TV-t, és látom ezt az Isten tiszteletet, mert erőre tudok fogni. Szeretném elmondani neked. Oly sokszor lent vagyok én is, 21 éve vagyok ezen az úton, lelki pásztorkodom. És valamikor azt mondom, hogy Uram, annyi sokat megyek, teszek a munkádért, elkezdek néha panaszkodni. És akkor hogyan tovább megengedsz pusztákat az életünkben? De tudod, mit mondok neked? A puszta mindig van belőle kivezető út. És a puszta közelebb visz Istenhez. De ne lázadj fel akkor. Amikor nincs. Ne induljon fel az éved, hanem ragaszkodjál Istenhez. Azt mondja Jézus a példabeszédek 8:17-ben, én az engem szeretőket szeretem. Akik szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Nem tudom, hogy keresed az Urat. Ott a fájdalom a szívedben, és nehéz volt eljönned az Isten tiszteletre.
Az Isten díjazza ezt, hogy te eljöttél az Isten tiszteletre. Az Isten értékeli azt, amikor alig tudsz tankolni, és eljössz orrodra, és azt mondod, hogy Uram, jöttem, felemeld a te drága nevedet. Fogom olvasni az Istennek az igéjét, amiből készültem. Pár percben el fogom mondani neked, hogy békesség nélkül nem tudsz előre menni. A békesség olyan, nem amit a világot. De olvasunk ehhez egy igét. Márk evangélium, 4. rész, és 35. versét szeretném köztetek hirdetni ebben az estében. Elmondani, hogy Isten jó, és 21 év alatt még nem hagyott engem cserben. Nem tudok másról bizonságot tenni, csak arról, hogy Isten jó, és mit tett az életembe. Sok csodák történtek. Volt, amikor imádkoztam emberekért, egy emberért, és börtönbe volt, igazságtalanul betették. És amikor kiáltottam az Istenhez Ibrányban, akkor hajnal után 2 órakor kiengedték. Mondtam, Uram, úgy tették be a börtönbe, hogy igazságtalanul. Te az igazságnak az Istene vagy. János 14-ben azt mondod, én vagyok az út, az élet és az igazság. És ha te igazság vagy, Uram, akkor zavart az ezt az embert. Hajnal 4 órakor csörögtek, hogy kiengedték. És Isten meghallgat bennünket. Amen. Azért taps, egy tapsot megérdemel a názáreti. Na, olvasok az Isten igéjét. Márk evangélium 4. rész, 35. verse. Azután mondanékik azon a napon názáreti Jézus, amin estenőn menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván az a sokaságot, elvivék őt, úgy, amint a hajóba vala. De más hajók is voltak azon a helyen. Akkor nagy szélvihar támad, a hullámok pedig bele-bele csapnak a hajóba. Annyira, hogy már-már töredezik a hajó. Ő pedig a hajó hátsó részében, ha felnagyom, alszik vala. És fölkelték őt, ezt mondták nekik az apostolok. Mester, nem törőd el vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgál a szelet, és mondá. Hallgass el, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. Amen. Tudod, van nekem segítségem is. Názáreti Jézus megvendégel 5000 embert, vagy 10000, vagy 15000 gyerekekkel, asszonyokkal, mert az igében mindig a férfiakat számolják. És amikor ez meglássák a nép, elkezdik követni őt. Azt mondják, oly jó, ilyen ember mellett lenni, Isten fiának mondják, nem kell dolgozni, nem kell más tenni, megyünk utána, hallgassuk, és akkor ad nekünk enni, inni. Ez megtetszett nekiek. És azt mondja, kenjük királyá a mestert, Jézust. Tudod, mit mondok? Amikor az ember nem ismeri az Istent, dolgokat mond. Nem ismerték fel, hogy ő az Istennek a fia. Aki királyok, királya, urak, ura, ő az alfa és az omega. És azt akarták, hogy a földön királyá kenni. Azt, aki maga a király. Jézus nem fogadtál. És azt mondta, gyerünk gyerekek, az apostolok, át a túlsó partra. Menjünk át együtt a túlsó partra. Tudod, mi a túlsó part? Amilyen helyzetben most vagy, neked mondom. És nem tudsz vánszorgol, nem tudsz mit tenni. Isten mondja neked ebben az estében, gyere át velem a túlsó partra. Gyere ki abból az állapotból, amiből vagy. Azt az énet hagyd ott, ne ragaszkodj hozzá. A Timeus fia letett a kabátot, és eldobta magát. Mert amíg ragaszkodott rá arra a mellényre, felismerhető volt. Mindenki látta, hogy rajta van a mellény, azok biztos, hogy koldulnak, olyan helyzetben vannak. Isten azt mondja, hagyd ott a zubonyodat, mint a 38 esztendősnek. Vedd fel azt a nyoszaját, és dobd el, és kövess engem. Elég volt már, amit tettél. Mit adott neked, bocsáss meg, ez a világ? Ideig való örömöt ad neked. Te bocsássál meg nekem, senkit nem akarok megbántani. De az Isten azt mondja, ez a békesség ideig való. De amit én kínálok fel neked, egy örökké való békességet. Amen? Amen. Elindulnak. A hajó szeretném neked rávilágítani ebben az estében, és megragadni az alkalmat, már ha a diktévém eljött hozzánk Rohodra, orodi gyülekezetben, elmondani, hogy a hajó rámutat az embernek az életére. A tenger rámutat a világra. És ebben az életben hajózunk. Egyik napról a másik napra.
Egyik hónapról a másik hónapra, egyik évről a másik évre. Megyünk, és van olykor nehéz az evezés. Nehéz evezni, nehéz tovább menni. Azt mondja az Isten, Jézus, atyám, nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem tartsd meg őket a világban. Eveznek az apostolok, és beszélgetnek. Jézus lement a hajóban, bocsássatok meg, el kell mondjam, és lepihent, és Jézus is elszenderedett, aludt. Azt mondja az ige. És amikor haladnak, akkor valahogy nem tetszik ez a sátánnak, hogy Jézus a hajóban van, és kihasználja, azt mondja, hát legyen szél, legyen vihar, össze fogom törni a hajót, és nem fogom átengedni őket a túlsó partra. Mit jelentsen ez számunkra, az én számomra, és a te számodra? Hogyha töredezik az életed, drága testvérem, de bocsáss meg! Olyan a hajód, az életed, azt mondtam, a hajó az életre mutat. Hogy töredezik az életed, akkor ki volt a csónakban? Ki alszik a csónakban? Ki van benne? Befogadtad az Urat. Ki van az életedben? Korintusi levél azt mondja, nem tudjátok-e, hogy Isten temploma vagytok. Isten szelleme bennetek lakozik. Látod, milyen szépen Szent Szellem szépen levezeti ezt a történetet. Hogy mennek a tanítványok, Jézus pihen, és a sátán tolakodik. Nem fogtok átmenni a túlsó partra. Nem akarja a sátán, hogy te megtérjél, meggyógyuljál. Tudod, mit akar? Hogy mindig szenvedjél, küszködjél. De szeretném hirdetni neked ebben az estében, hogy van megoldás. Szeretném hirdetni neked és elmondani, hogy van názereti Jézusunk. Az a Jézus, aki fölment a keresztre, és nem érdekelt, hogy átszögezték a kezét. Az ő drága lábait, drága fejére több is koronát húztak. Azért, hogy amikor te nyomorúságban vagy, és azt mondod, műtét következik, és mondod, párszor imádkozzál, és megyünk csak annyit, mondjuk, Jézus, te Izsaiás 53-ban, fölvitted, Uram, a keresztre minden betegséget, minden nyomorúságot, minden szegénységet, minden kábítószert, minden italozást, békétlenséget. Te fölvitted, Uram, és adj nekem egy megtérés, egy igazi szívet, hogy ott vagyok a családomban. Szeretnélek bátorítani téged, és segíteni Isten igéjától. Mennek a tanítványok, és ahogy haladnak, jön a vihar, és töredezik a hajó. Megtelt a hajó. Mennyire telt meg az életed bűnnel? Mennyire telt meg az életed fájdalommal? Kell-e Jézus neked ebben az estében? Akarod-e elfogadni Jézust? Nem hallom. Akarod-e, hogy Isten segítsen neked? Tudod, mit mondok neked Isten népe? Ma Isten egy lehetőséget ajánl fel neked. Nem biztos, hogy kétszer felajánlal. Lehet, hogy föl. Úgy akarja, hogy menjél haza, ha eljöttél. Szabadon. Letenni minden terhet, minden fájdalmat. Képzeld el, hogy amikor mennek, és töredezik a hajó, nem azt mondják, te, Péter, Jakab, szólj már a mesternek, ott van pihen, kelj fel és segítsen nekünk. Elfelejtették, hogy ott van a mester az életükben. Pánikba estek, elkezdtek kiabálni, hallod vicces, kiáltottak. Azt mondták, nem törődjél vele, mester. Mester, te nem törődjél velünk, hiába jöttél velünk, elpusztulunk, itt halunk meg. Hát mi van veled, elfelejtettél, Uram, engem ebben a helyzetben? Hát nem felejtett el téged az Isten. Szeretnélek bátorítani téged, hogy nem felejtett el az Isten. Mondja Pál apostol, olvassuk fel ezt az igét, figyelj csak. Szeretem Pálnak a leveleit, mert épülök belőle. Figyelj, azt mondja a Filippi beliekhez 4:6-ban, semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjatok fel kívánságaitokat Istenőt. Most figyelj, és az Istennek békessége, mely minden értelmet, gondolkodás, filózást felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Pál, szembe, figyelj! Mindig egy igét, amikor olvasol, ne szaladj! Engedd, hogy Isten szelleme felbontsa neked! Akkor leszel eredményes! Azt mondja, azt olvassuk fel, hogy Pál azt mondja, hogy így mondja, hogy az aggodalmasságot a békességgel összeveti. És azt olvassuk fel, hogy aki aggodalmaskodik, pánikba esik a történetbe. Sikít, hogy Uram, elveszünk. De akinek van békessége, azt mondja,
Uram, tudom, hogy az életemben vagy. És azt akarom, hogy Uram, hallgass meg engem. Tudod, sok embernek, sok anyukának sír a szíve. És ebben az estében szeretném elmondani neked, te, aki látod bennünket. Mindegy, hogy tévén keresztül vagy, aki te itt vagy a gyülekezetben. Ez a nap az, amikor mondja Isten esély. El akarom törölni azokat a fájdalmas könnyeket az évedről, az életedről. Azt mondta Pál apostol, az Istennek a békessége minden értelme, Csabikám, felülhalad. Gondolkodtál, hogyan legyen? Az Isten azt mondta, felülhaladok ezeken a gondolatokon. És meg bemutatkozok neked. Isten be akar bemutatkozni, hogy nincsenek emberi gondolkozások. Amik vannak, nem tudsz előre menni. A tanítványok, muszáj, mutassam, elvesztek. A csónak, akik járnak horgászni. Te szerinted ezek az apostolok nem kiképzett halászok voltak? De jön egy vihar, és pánikbe esnek. Hát hogy van ez? Minden nap onnan keresik a családnak a kenyeret, onnan élnek, halásznak, ott voltak éve, az életüket, ott tudták a fél életüket. De amikor jön egy vihar, valami kis vihar, akkor történik valami. Pánikbe esnek. Tudod miért? Mert az a vihar természetellenes vihar volt. Az nem az Istennek a szele volt, a Szent Szellemnek a lehelete, ami viszi a csónakot. Az a vihar egy sátáni erő volt, egy démonikus erő. Bocsássatok meg, hogy ezeket a kifejezéseket használom, de ez igaz. És amikor ment, nem megdobta, hanem meg akarta törni. Meg akarja rázni az életedet a sátán. Szeretnék hirdetni neked ebben az estében. Gyere ki abban az állapotban. Gyere ki, mert az Isten szeret téged. El szeretném mondani neked, ha megengeded, iszok egy kis vizet. El szeretném mondani neked, az életem ezelőtt 21 évvel olyan volt, hogy nekem a fiam járókával járt. És látom ezeket a gyülekezeteket, és én lenéztem a pásztorokat. Nem bántam, csak menjek el Máriapolcsra, amikor jött a búcsú szeptember 12-e, térdepeljek le, csúszkáljak, mászkáljak a feleségemmel. Ha nem tett a feleségem, akkor kiabáltam el, hogy ő térdepeljen le. És vigyük a gyertyát, az 50 vagy 60 centis gyertyákat, hát ha Isten letekint ránk, megsegít bennünket anyagiakban, és ott volt a gyermekünk. És képzeld el, hogy Zoli elkezdett sírni egy napon, hogy van Isten tisztelet. Hogy menjek én el az Isten tiszteletre. És azt mondtam, én nem megyek el, fiam. Azban a helyben elfogok, mert a nászamnál tartották. Abba a folyosóra. Nem kapok levegőt szorongásomon. Én elpusztulok. De amikor láttam, hogy a gyermekem sír, akkor azt mondtam, minden felől kerekedett. Azt mondtam, le az én gátlásommal, az én vele, és megyek a gyermekem után. És amikor kezdett járókával eljárni, és kellett nekünk másfél óra, legalább még leértünk egy 150-200 métert. És leértünk, és akkor láttam, egy cigány pásztor prédikált, és azt mondta utána, hogy imádkozik az emberekért. És mondtam, nem elég a problémám. Még mennek kézrátétellel imádkozni. Hát megbolondultam. Hát még nem elég a bajom. És amikor vége volt, csak imádkozott a gyerekért. És akkor mondtam, minél hamarabb el innen, gondoltam magamban. Filóztam a gondolataimmal. Ami felülkerekíti az Istennek a békessége, az az gondolataimat. És amikor elindultunk kifele egy magas lépcső terasztról, a gyerek a lépcsőn már eldobta a járókát. És elkezdett az a felé. És kilábáltam, Zoli fiam, ellesel! Gyere utánam, szaladj, nincs semmi bajom. Az Isten ilyen hatalmas. Azóta ez 21 éve, nem csak felfele megy nekem a dolog. Ahogy mondta Csabi, a 23. Zsoltát. Lent is, fönt is, de mondok valamit. Az Isten asztalt elített nekünk, abban a helyzetben is. Nem hagyta, hogy elpusztuljunk. Volt, amikor emberek elfordultak tőlünk. De az Isten mindig ott volt, számíthattam valakire. De aki azt mondod, nincs már ember, aki segítsen. Szeretném elmondani neked, hogy az Isten ott van veled. Szeretnélek bátorítani téged, bármilyen helyzetben is vagy. Most dicsérj velünk, dicsérj velünk. Halleluja. Épere sa me anda Gesù incredibilmente va hai tu come e sai penar
tu kérdá. Jaja, de lágyes, avasztuté, de pereszámé, andácsi zúr, minkéra bendevá, kajtú kamé, tessáj penás, szotú kérdá. Mondja, Uram, megadom magam. Itt vagyok, tégy velem, amit akarsz. Eljöttem te hozzád, Jézus. Elmondani néked, Uram, az én problémáimat. Hozom az én terheimet előtted. Isten szeleme. Kérlek, Uram, járj a sovak között és érítsd meg az embereket. Halleluja.